A Füleki Motolla kézműveskör tagjai, a népi tudás őrzői, a hagyományok átörökítői. A baráti társaságból létrejött műhely éves rendszerességgel tart foglalkozásokat a Palóc Húsvét című rendezvényen, ahol a tojásdíszítés különféle módjait ismertetik meg az érdeklődőkkel. Idén viszont már másodjára lett rendhagyó a húsvét, ezért a hímes tojás kétféle díszítési módját otthonukban mutatták be. Ez lett az egyik legszebb tojás, attól függetlenül, hogy ez volt az egyik legelső, meg ez. Még ami nagyon szép, az ez, cukinyuszi van rajta. Német Emese, a legifjabb motollás, kedvenc hímes tojásait mutatja. Bár még csak 10 éves, mégis évek óta készít hímes tojásokat ragasztásos fonalas technikával. Én igazából könyvekből szoktam nézni, olyan húsvéti könyvekből, nem pontosan cérnás tojás mintákat, de például abból is lehet ötletet venni, meg anyaiból vettem. Most, amit csinálok, a napocskásat, azt meg csak úgy magamtól. Édesanyja, Németh Bozó Andrea magas szinten műveli ezt a módszert. Mint mondja, a fonallal mintázott hímes tojás ma is inkább a szlovákoknál ismertebb, mivel náluk egyes vidékeken használtak hasonló módszert a régebbi időkben is. Kákabelet ragasztottak fonal helyett a tojásokra, abból készítettek egyszerű egyenes és hullámos mintákat. A kákabelet azután kiváltotta a boltokban megjelenő színes hímzőfonal, amely sokkal finomabb mintákat tesz lehetővé. Nagyon érdekes dolog így a mintákat úgy inomítani, hogy harmóniában legyenek a tojás formájával, tehát hogy olyan szervesen ráilleszkedjenek a tojásra. Én ezért szeretek így mintákat is kitalálni, magam tervezem általában őket. Andi különböző régi mintakincsek motívumait tanulmányozva alkotta meg saját motívumvilágát. Szívesen dolgozik például az ősi honfoglaláskori magyar palmetta motívumokkal. A hímes tojás varázserejű, és a szimbólumok, amiket ráviszünk, azok fontos jelentőséggel bírnak. Bírtak régen is. Hát valamikor nem lyukas tojást, kifújt tojást használtak, hanem fő tojásra írtak. Ez például egy kétfejű griffmadár. Nem kétfejű ő, hanem egyik hol ide, hol oda hajtja a fejét, mint ahogy a népmesében is van. És a napfordulót idézi meg a két az, ez a két fejhajtás, a tavaszi meg az őszi napfordulót, és ugye a griffmadár, aki az alsó világból a felső világba viszi fel a fényt, a napot. És akkor ez most pont így aktuális is a húsvét tájékán, ez a szimbólum. Egy másik érdekesség egy hatalmas struc tojás, mely az idei húsvét különlegességének számít. A Motolla kézműveskör tagjai az általuk képviselt díszítő technikákkal mintázták a tojást. Fellelhető rajta a fonalas, a szalmarátétes, a maratot, illetve a viaszos batik technika. Legvégül pedig a drótos minta kerül rá, így lesz teljes a motollás tojás. A viaszos batik technika kiváló ismerője Benko Tünde, kinek ipolymenti hímes tojásai országszerte ismertek. Ehhez írókát vagy gicét használ, ezzel viszi rá a forró méhviaszt a tojásra. A festés a hagyományos módon növényi vagy üzletben beszerezhető festékkel történik. A tojást felosztottuk először is középen, mint az egyenlítőt, égre, földre, és utána pedig a négy világtaj felé merőlegesen osztóvonalakat tettünk rá. Ez volt a rámazás, és utána folytattuk tovább a mintát, azt már attól függően, ugye milyen jelet szeretünk volna rátenni, mert hát ezeknek régen varázserejük volt, mert ismerték a mondani valóját. A lányok, akik a szerelmüknek készítették a tojást, hát mindig olyan jeleket írtak rá, amivel tudtak üzenni a kedvesüknek. Tünde legszívesebben a Palócvidék mintáit írja, de a magyarországi és erdélyi mintákat is kedveli. Mivel a tojás a világegyetemet jelképezi, a világ szimbólumai is rákerülnek, illetve az öt elem, a föld, a víz, a levegő, a tűz és az életfa motívum. Például ez is egy itteni minta. Itt látható szépen ugye a föld jele, az elmozdulás, kis zöld alp, vagy egy a mostani kedvencem, ezt úgy hívják, hogy Isten létrás, és ugye mindenhol ugyanaz látszik. A körbeforgatom, alulról, belülről, tehát a végtelent is jelképezi. A tojás az újjászületés a termékenység szimbóluma. Sok esetben tették sírokba, vagy a születésnél az első fürdővízbe. Régen a tojásírás ideje a nagypéntek volt, és az elkészült hímes tojásokat a lányok alocsolóknak ajándékozták.
Ha a fiúk szép hímes tojást kaptak húsvétkor, díszes májusfával köszöntik meg később a lányoknak.